kegyetlenség, hogy én ülök, te pedig állsz? Nem, mert most beszéljük meg, nem érted? Jó, csak most fogjuk megbeszélni, hogy mit szabad mondani, és mit nem. Jó, akkor kezdjük. Na, te meg szoktad beszélni? Nem, soha. Sose? Én sem. Az a vicc, hogy én sem. Úgyhogy most sem fogjuk megbeszélni, nem is azért áldogálunk itt, hanem egyrészt, hogy mit csináljunk, hogyha ennyire kevés időnk van, hogy ezt meg fogjuk-e tudni oldani. Én biztos vagyok benne, bízom benned. És nem leszel dühös a beszélgetés közben, mert hogy sietnünk kell? Nem. Igyekszem palástolni, ha mégis az leszek. Hogy palástolod a dühödet? Van önuralmam, elég fegyelmezett ember vagyok egyébként, de pukkancs is. Igen? A pontosságnál nagyon ügyelek. Inkább én láttalak téged már mérgesnek. Igen. Hasonlókok miatt volt egyszer egy tengeváltás. Tehát én csak a hallgatóknak és a nézőknek mondjuk el, tehát én a 2 órát az 2 órának szoktam számon tartani, nem 2:15-nek. Igen. Tehát a szóhihetőség, ha úgy tetszik nekem, az nagyon fontos. Tehát hogyha az ember azt mondja, hogy 2, az akkor kettő. Az kettő. A 2 óra 5 perccel még nincs baj. De milyen vagy, amikor dühös vagy? Akkor mit csinálsz? Szerintem erélyes. Undok? Azt nem hiszem. Bár lehet, hogy te ezt árnyalnád. Téged kéne megkérdezni. Én nem hiszem, hogy mondok vagyok, erélyes. Tapasztalataim, de azokról most nem fogok beszélni, mert te fogsz beszélni ezekről. Jó. Nagyon érdekes nekem, hogy mi most beszélgetni fogunk. Én már nagyon régóta készülök erre. Kíváncsi vagyok rád nagyon. És örülök. Én is örülök. Én is kíváncsi várom. És képzeld el, hogy nem gondoltam, hogy ennyi érdekes dolgot fogok hallani és látni, mert hogy most nagyon belevetettem magam a veled való találkozásba. Tudok-e újat mondani? Az lesz itt a nagy kérdés. Azt én nem tudom, hogy tudsz-e újat, mert én nagyon szeretném, ha tudnál. Rajta leszek. Azt állítják, hogy te nem mondasz semmit, amit az ember szeretne. Hát ezért lesz nehéz dolgod. Na, én ezt nagyon szeretném kihúzni belőled, remélem, hogy sikerül.